az új bajnoki rendszer miatt, ahol is, mint valamikor a labdarúgásban, a csapatgyőzelem ettől az évtől 2, a döntetlen 1 pontot ér, minden mérkőzésnek igen nagy a tétje. Ennek szellemében készült az újonc balatonfüredi sakcsapat a Győr elleni találkozóra. Nagyon erős csapatok vannak ebbe a csoportba. Győr úgymond rivális, tehát a mai mérkőzés az élethalál harc, tehát tulajdonképpen meghatározza a jövőnket, illetve jövő héten vasárnap Komlóra utazunk, tehát eme két csapatot mindenképp meg kellene verni, és ebben a reményben is ülünk ma le, hogy hát mindenképpen győznünk kell. Én úgy gondolom, a játékosok is tudják, és mindent meg is tesznek a győzelemért. A vendégek tudatában voltak az első mérkőzés tétjének. Ennek okán minden mozgósítható játékosuk asztalhoz ült Füreden. A két csapat nem ismeretlen egymás számára, hiszen az NB1-B bejutásért tavaly az osztályzón találkoztak. Akkor mindkét csapatnak sikerült kivívni az NB1-B-s tagságot. Én úgy gondolom, hogy mindkét csapatnak a célja a bennmaradás kivívása lehet, ezért kiemelt jelentőséggel bír a mai mérkőzés. Igyekeztünk a lehetőségeink szerint a legjobb összeállításba érkezni, bízunk abban, hogy meg fogjuk tudni szerezni a győzelmet, és ezáltal talán egy kicsit közelebb kerülünk a célunk eléréséhez, hogy kivívjuk a bennmaradást. A tétnek megfelelően szoros partik zajlottak a Balaton Szabad Időközpontban. A közel 6 óra elteltével egy füredi óvás miatt a hazaiak szerint az első táblán esetleges időtúllépés történt, a végeredmény bejelentése még várat magára. Jelen állás szerint a győriek 6-5-ös vezetésre állnak. Egy pontot szerzett Zentai, Vargya, Spalla, remizett Pataki, Barta, Fűr és Antal. A füredi csapat következő mérkőzésére december 3-án Komlón kerül majd sor.